A dűlőkön már zöldelnek az érett szőlőfürtök, így néz ki őszelején a tokai kopasz hegy, a korai fajtákat már szüretelik, a mostani időjárás kedvez is a betakarításnak. A jelenlegi kilátások alapján mind minőségben, mind mennyiségben megfelelő lesz az idei termés. A település megközelítése ugyanakkor még mindig nehézkes Nyíregyháza irányából. A közúti híd felújítása sok bosszúságot és hosszabb menetidőt okoz a gépjárművel érkezőknek. Nem kell már azonban sokáig idegeskedniük, idén befejeződhetnek a munkák, várhatóan december végén megszűnnek az érvényben lévő forgalomkorlátozások. A kerékpárosoknak is tudott jó hírrel szolgálni, Tokaj polgármestere 35 perc című műsorunkban. külön kerékpársán biztosítja majd a biztonságosabb átkelésüket a hídon. Előreláthatólag tavasszal vagy nyár elejére pedig elkészülhet az a kör, amelyen a hegyet lehet majd körvetekerni, közben fent a kilátónál is zajlik a fejlesztés. Nagy valószínűséggel a jövő nyárra már elkészül egy jobb minőségű, terasszal ellátott büfé, gyors büfé, illetve olyan vizes blokkokat kívánunk kialakítani, ami az odaérkező turistáknak egy nagy hiányt fog pótolni. Tehát el fog indulni az a nagy űr, egy fejlesztéssel, amire már nagyon sokan várnak, hogy a tokai kopasz egy tetején olyan minőségi szolgáltatást kapjanak az emberek, ami eddig nem volt. Ez az első lépcső maga a felvonó a következő lépcső, és egyébként tervezzük egy, 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 olyan látványos dolgot is, hogy a, a tévétorony gombájába fölmenni egy látványlifttel, hogy onnan 300 fokos panorámát lehessen majd élvezni. Itt várhatóan 2024-ben kezdődhet meg az építkezés, amire pedig már addig sem kell várni az egy négy év szakos zárt kabinos felvonó, ami a fesztiválhatlantól vezet majd a tévétoronyig. A városban eddig hiány volt magasabb minőségű szálláshelyekből, ezzel viszont több belföldi és külföldi turistáról kellett lemondani. Ezt oldhatja meg az a jelenleg is zajló szálláshelyfejlesztés, amely a polgármester szavai szerint óriási előrelépést fog jelenteni, nem csak a településen, hanem egész Tokaj hegy alján. Úgy tűnik, hogy jövő február 28-ára el fog készülni az ötcsillagos százszobá, százszobás szobás szálloda. Ez egy hatalmas lökést fog adni a településnek, illetve a térségnek. Ugye említettem a hotel Tokaj átalakítását, ami ugye minőségileg fog átalakulni. Eddig háromcsillagos csillagos volt, most négy fog átalakulni, egy wellness -szel kiegészülve, illetve a eddigi 43 szoba most már bővül 55 szobára. Tehát azt lehet mondani, hogy egy 155 fő férőhelyes minőségi változások bekövetkezni Tokajba, ami azt gondolom, hogy hatalmas előrelépés. A településen egyébként jól sikerült eddig az éva a vendégi szakák számát tekintve. A tavalyi közel 50 ezres rekordot idén is elérhetik, úgyhogy közben a legnagyobb szálloda átalakítás miatt nincs is nyitva. A turisták pedig programok közül is válogathatnak a következő hetekben. Mosszombaton tartják a Magyar Orosz Barátság napját a város főterén. A hagyományos születi napok pedig október első hétvégén lesznek, melynek felvonulása idén a főtérről indul, magát a mulatságot pedig ebben az évben a fesztivál rendezik meg.